Következő kérdésemmel meg is szólítanám Göndöcs Gábort, hogy meséljen nekünk egy kicsit az elkereskedelem legnagyobb előnyeiről, illetve hogy miért válasszuk az online eladást. Köszönöm szépen. Hát én azért szeretem az online kereskedelmet, mert az a terület, ami valójában a vásárlók és az eladók számára is számos előnnyel jár. Ezek közül én most igyekszem nektek itt egy néhány perces válasz keretében összegyűjteni azokat az előnyöket, ami mindkét fél számára azt hiszem, hogy semmilyen más területen nem érhető el. Az első, ha ma az elérhetőségnél tartunk, pont az online vásárlói térnek az elérhetősége. Ez ugye a vásárlók szempontjából értelemszerűen azért jó dolog, mert a nap 24 órájában vásárolhatnak. Minden héten, vasár és ünnepnapokon is, tehát gyakorlatilag sosem vagyunk zárva az online térben. Ez természetesen a másik oldalról megvizsgálva az eladók szempontjából is kizárólag előnyt jelent, hiszen az embereknek a nagy része akkor vásárol, amikor otthon van, amikor ráér. Sok esetben előfordul, hogy megnéznek egy terméket, visszatérnek egyszer-kétszer, van, aki hatszor, és utána fogja megvásárolni a terméket. Az online boltoknak az elérhetősége erre lehetőséget biztosít. A másik, hogy kapcsolódjak Hunyadi László úr bevezetőjéhez, az pedig a nagyobb vásárlói bázis. Értelemszerű, hogy egy sokkal nagyobb közönséget tudunk elérni az online térben, mint hogyha egy fizikai bolt valamilyen ponton a világ valamely pontján le lenne bökve, és azt kellene várnunk, hogy az utcáról betérjenek a vásárlók. Itt a Hunyadi László úr által elmondottakhoz abban csatlakoznék, hogy ha úgy fogalmazzuk meg, hogy az exportunk az 7%, akkor úgy is megfogalmazhatjuk, hogy 93%-ban a magyar piacon értékesítenek a magyar vállalkozók. Én azt gondolom, hogy ebben egy olyan feltétlen lehetőség van, meg potenciál van, amit mindenképpen ki kell használnunk. Mi egyébként elindultunk ezen az úton a későbbiekben, remélem, hogy lesz még alkalmam erről egy néhány szót szólni. Az alacsonyabb működési költségeket talán nem kell feltétlenül részleteznem, hiszen egy online boltnak vagy egy online webshopnak az üzemeltetése a fizikai bolthoz, a számos alkalmazotthoz, a raktározási költségekhez képest nyilvánvalóan alacsonyabb, és itt mindjárt rá is fűznék a nagyobb termékkínálatra a következő miatt. A fizikai boltban meg kell vásárolnunk, le kell gyártanunk, be kell raktároznunk a termékeket. Az online bolt esetében viszont el tudjuk adni úgy is más termékeit, hogy fizikailag akár egyetlen egy darabban nálunk, vagy nincs is nálunk egy darab sem. Ugye itt most a dropshipping és egyéb kérdésekben nem szeretnék részletekbe menően belemenni, de egy mindenképpen leszögezhető feltétlen előny az az, hogy alacsonyabb működési költségekkel lehet egy online üzletet üzemeltetni. Nagyobb termékkínálatot tudunk biztosítani, nyilván az imént elmondottak alapján. És hát egy nagyon fontos dologra még itt rákanyarodnék a válaszadás kapcsán, az pedig a személyre szabott marketing, ami egyrészt azt jelenti, hogy a célcsoportunkat jobban tudjuk definiálni, és a definiált célcsoportoknak alacsonyabb összegekért tudunk összességében hirdetni, mint hogyha mondjuk óriás plakátokon mindenkinek hirdetünk, nyilván a termékünk nem fogja az összes embert érdekelni, aki látja az óriás plakátot, vagy a buszreklámot, vagy a tévéreklámot, viszont az online térben történő célzott marketing kifejezetten azokat az embereket fogja elérni, akiket várhatóan érdekel a termékünk, természetesen abban az esetben, hogyha ezt jól csináljuk. És még meg kell említenünk az, hogy egy sokkal egyszerűbb értékesítési folyamat áll az online értékesítés mögött. Talán nem is egyszerűbb, de mindenképpen praktikusabb a következő miatt. Az emberek, a vásárlók kiválaszthatják azt a terméket az online térbe, ami őket érdekli, míg egy fizikai boltnak akár egy márkára, akár egy adott termék kínálatra szűkül a bemutatott termékeknek a hányada. Tehát itt sokkal nagyobb eséllyel tudnak jobb áron, sokkal pontosabban, tehát olyan terméket vásárolni, amire szükségük van. Remélem, hogy ez válasz volt a kérdésedre.